mostan. A következő is rá lesz téve. Szóval a második. Most jön a harmadik. De azért lesz, mert mondom azt, hogy nem lehet megszabadulni a Microsoftos rendszerektől. Van, amire mindig szükség van. Hardware-ileg jobban vannak támogatva, és képtelenségtől teljes mértékben. Az is lehetséges, de biztosan van rá szoftverek, de azok nem ingyen vannak, hanem külön kell fizetni érte, és már is jóval drágábbá került. Tényleg nem aktivált Windows 7 vagy Windows 10-en az ingyenes driver meghajtókat feltelepíteni. Ingyen van. Másnap meg külön szakembert fizetni érte. Többi videóban is volt róla szó, hogy van rá megoldás. Milyen? Ubuntu-nak a helyette mindössze egy évre 180 dollárba kerül. Van a SUSE Linux-nak majd mindössze 360 dollárba. Mindegyinek megvan a jócskán az ára. Írnak rá megfelelő drivereket. Nem nyílt forráskódon vannak, hanem direkte van programozgatva. Rosszra kikeltem rá. Ja, rajta is fog lenni. Lehettek volna ilyen jellegű videók, de az ördög mindent megtett, hogy ne legyenek. És remélek, hogy nem kell. És akkor itt vannak ezek a sima Redix-tek, nem tudom hányasak, 2012-esek, de vannak olyan pakkok, amiben az összes benne van, ilyen net framework-ök is, mindegyik van, az annyit tesz ki, hogy nem kell külön keresgélgetni, mindent az egybű fel lehet rá tenni. Haladszódik, hogy mennyire is zúg a merevlemez. És egyre jobban lehet rajta hallani. Nem itten ezek az újabb SSD-k vannak. Nagyon jó, nagyon gyors. És azon lehet eltűnődni, meg kell, hogy gyorsan meglegyen. Azért. Nézhessétek virtuálisan a valóságot. Volt ez rajta volt. Akkor milyen? Ez a Net Framework. És vele lesz rajta a gépem! Többször mondtam, nem voltak ilyen videók. Lesznek még a mai napon más jellegűek is. Kéri, hogy újra kell indítani a szájtógépet. Meddig tart neki kapcsolódni és újraindulnia. Mindössze 80 gigás merevlemezem van rajta. Nem is kell, hogy
többön legyen. Hiszen a többi fölösleges. Windows 7-es. Ki van írva? Starting. És töltődött! Százalékon van! És kifog, és jönnek a következő driverek, szóval net, framework, tudok ilyen vackok, be lehet integráltatni egy telepítőbe, és az egész rá fog települni. De akkor mit is fogsz te tenni ottan? Berakod a lemezt, és rajta van minden. És egy készen lehet kapni. Itt van, amit kapsz. Nagyon jó. Kurvát is. Ez nagyon sok üdös kis munkás. Ingyen lehet kapni. Hát nem. Ingyen nincsen semmi se. És nincsen ingyen. Rajta repülni. Rajta fog. Lenni! És rajta is lesz. Ördög! Minden megtett! Ne legyenek ilyen videók. Legszívesebben mennék.
kicsikét mozgatnám magamat, de itt, ahol vagyok ilyen topaján, nincs. Nincsen. Ilyen. Meg! De nincsenek. Bicikliseg se. Nagyobb a forgalom, mint Szabadkán. Kis utcákban, vicc nélkül mondom. Jóval nagyobb. Voltam a falak felé, és ott is nagy az autóval való közlekedés. Meg lehet venni. Használtam. Ugyanis, de akkor nem szedve rajtam módosítani. Nagy van, meg számít! Már jócskán kezd el hozzulni ez a telepítésé. Idő! Van ilyen. Leszek ilyen, hogyan is lehet gyorsan. Belítások rajta, amik általában szoktak lenni. Amik rajta is vannak. 28 nap után le fog járni, hogy járjon le. Nem fogom aktiválni. Nekem is mondtam, hogy nem az, hogy kapjam rajta a frissítéseket. De talán valaki nem tudná. Windows 7-es rendszerhez már szoftveres frissítése nem jár hozzá. Ingyen. Lehet fizetni érte. Biztos vannak hozzá másféle trükkök is. De itten mostan nem lesz trükközések vele. Mindig települget. És van ilyen Internet Explorer, vagy ilyen Control Panel. Van a szokásos az. Tartom, majd inkább off stúdióban jóval jobb felvételt lehet rajta. Nem mondom munkásszavat, minél jobb felvételt lehet rajta elállítani. Hát ez is nagyon munkásan hangzott. Rengeteg magyar szó van, ami nincsen mondva. És ezek vannak rajta. Feltelepült nagy nehezen a 4.5-ös framework verzió. Most visszamegyek, hogy mit is lehet tovább telepítgetni. És itt vannak a network. Van ilyen sima bash. És meg fogják szüntetni ezt a CMD-s részét a Microsoftos rendszerekből. Egyszerűen eltűnnek. Nem lesznek többé. Voltak, nem voltak. És fog történni, lesznek. Újítások vannak helyette. Kikinek mi az újításnak számít. Néz ki, hogy még nem találta meg az internetet. Háttérből futtatja ezt a... Mindig? Installer 50%-on hajtsa ki a processzort. Derül, hogy meg fogja találni, vagy
Nem? Most már 0%-on van. Ez ki, hogy nem megfelelő. Driver volt. Ismét kezdi újból hajtani a processzort, és mindig nem jelenik meg az. Internet. De. Ezt látta? El is fog rajta. Duné! Setup Excel-je. És rajta fog lenni. Ez is! Régebbi verzió, Radeon. Keresi a hardware-eket. Talált! Rajta is fognak lenni, és látni fogjátok, hogy meg fog változni az asztalnak a képernyő felbontása. Szerintem erre még egy 7 éves is képes, vagy egy 6 éves. Nagyon nehéz. Egyesével kellett csak elindítani a telepítőket. Ez nem kell az nagy tudás. Nagy valószínűséggel nem tudják. Azért, mert folyton nézik a virtuális világot. Van egy direkt egy operációs rendszer, ez a digitális jólét. Ami megvan a 4-től a 16 éves korig, plusz 16 után, hogy milyen web oldalakat szabad néznék. Meg is nézem azokat, már átnézem. Eznek olyan videók, hogy milyen nagy tudást is lehet szerezni tőlük. Olyan tudást, amiben nem kell sokat gondolkodni, de mész, fizika, csak állsz egy helyben, és nyomod a gombot. Valaki olyasmire várik, az nagyon rossz van. Hát, én is már oda kerültem egyszer. Megkérdeztem, mit kell tenni. Így volt, ami általános iskolások. Mentek oda! Ide jött, mentek! Beszéltem a fickóval, ilyen sima meccsmenttel, azt mondja, hogy nekem rossz helyen járok. Jó van, hogyha azt mondja, hogy rossz helyen járok, el is küldött, azután is mentem ilyen helyekre. Azelőtt volt, hogy lett volna ezek a csatorna, rossz helyen keresni a munkát. Vannak ilyen hirdetések, ugyanaz, mint amit ők mondtak, hogy ászat és kisebb fizikai munka, biztonságban vagy, könnyű. Ugyanezek vannak fönt a Facebookon, szociális oldalakon. Más állások nincsenek fönt. Legegyszerűbbek fönt vannak.
kesebb. Adót kell fizetniük. Hogyha milyenek kell állsz. Össze! Nézzük aztán szolidáljuk be a tévét. Ez van. Ilyen is van. Szokott is lenni. Más oldalakon is lehet. Legtöbb pénz a minél nagyobb, jobb testfelépítésben van, mozgásban van, izomzatban, meg az agykapacitásban, annál több pénz nem lehet keresni. És kiveszem most a képet. Most fogja felrakni a Radeon settinget, vagyis a magyar Radeonnak a beállításait. Azt repül. Lehet nézni is ezt az izgalmakat. Nem pont, ez miatt. Nem kellett volna annyira. És befejezte. Hát több szoftver nem is gondoltam mostan. Gyuzomba rátenni. Kicsikét. Hát ez majd állítva fel fog majd rá tepődni az Ops Studio. Eddig tartott a driverek telepítése. Köszönöm ismét a figyelmeteket. Szevasztok!